Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ebben a mai videóban a Fortnite Valentin napi frissítéséről lesz szó. Ugye, bekerültek ezek az Overtime Challenge-ek, bejött rengeteg sok challenge, és még fog is a napok során jönni. Azokról, hogy az összes többit megcsinálom, fogok majd valószínűleg itt Youtube-on streamelni. Na de, a mai videóban egy speciális challenge-et szeretnék nektek megmutatni, hogy hogyan kell megcsinálni, mert a számomra sem volt egyébként egyértelmű. Szóval, van egy ilyen, hogy 15 coint össze kell szedni kreatív módban. Nyilván egy első hallásra nem igazán mindenkinek esik le az, hogy itt mégis mi lenne a teendő, úgyhogy ezt fogom megmutatni ebben a mai videóban. Viszont még mielőtt elkezdjük, remélem, hogy aki az előző fortnite videóm alapján beírta a Support a Creator kódomat, az már a már megkapta az új reppet. Én egyébként megkaptam, és hogyha esetleg még nem írtátok be a Support a Creator kódomat, akkor azt az Item Shop jobb alsó Support a Creator főnél meg tudjátok tenni, és ezzel ingyenesen is tudtok engem támogatni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki beírta, vagy be fogja írni. Szóval akkor az a teendünk, hogy indítunk egy kreatív szervert. Szóval tényleg ez a leges-legelső lépés. Nyilvánvalóan, mivel kreatívban kell ezt megcsinálni, máshol nem igazán tudod. Itt is vagyunk a kreatív lobbyban. Egyetlen egy szigeten működik ez az egész kihívás, vagy hát gyűjtögetés. Szóval láttok egy ilyet, hogy tolmólia. Ebbe a szigetbe be kell ugrani. Nyilván itt meg kell várni azt, hogy betöltsön az egész pálya. Nagyon-nagyon hangos lesz, szóval a hangot az kicsit vegyétek lejjebb. És hát mondjuk egy fél percet körülbelül várjatok azzal, hogy betöltsön tényleg minden. És itt már látszódik is az első coin, amit nyilván azelőtt nem tudunk felvenni, mielőtt elindítottuk volna a játékot. És hát az E betűvel tudjuk startolni, és ez egy akadálypálya lesz. És hát akkor induljunk is meg. Itt az elején nem igazán volt fogalmam arról, hogy mi a bánatot kell csinálni, úgy Isten igazából. Azon sem voltam szerintem tisztában, hogy ez egy akadálypálya. Szóval ott láttátok, meg itt is látni, azt, hogy különböző ilyen bevásárlókocsik jönnek, nagyon nagy sebességgel, illetve kvadok, és ezek a kvadok meg tudnak titeket ölni, úgy, ahogy a bevásárlókocsik is egy HP -tok van, tehát, hogyha hozzátok ér már az a kis kocsi, akkor ti meghaltatok, és kezdhetitek előről. Vagyis hát nem előről, hanem a checkpointoktól. Ezt majd hamarosan fogjuk látni, hogy hol vannak checkpointok, -ok. Oké, hát itt felfedezzük a terepet, szépen beugrunk, és meglátjuk azt, hogy merre kell tovább menni. Ez egy checkpoint, amire most ráállt, ami zölden világított, és most jött egy kicsit parkürösebb rész, ahol is felszettem még egy coint, és hát természetesen azért nem tudom elsőre megcsinálni ezeket a parkür részeket, mert azért nekem egy picit nehezek így a Minecraft után, tehát a Fortnite-ot még nem érzem annyira, hogy tudja benne ugrálni, de hát nyilvánvalóan ki tudjuk vinni, mivel megszereztük mind a 15 koint. Viszont még azt nagyon fontos leszögezni, hogy ö, nem kötelező egy gémen belül megszerezni az összeset. Tehát úgy is lehet, hogy kilépsz, visszalépsz, amit majd én meg is fogok csinálni, mert ezen a részen kirédzselek. <laughs> és itt nem tudom egyébként, hogy mit csináltam, ne kérdezd. Szóval ez a rész, amit most már láttok, ez az új gémemből az első próbálkozása ennek a résznek. Szóval itt megmutattam azt, hogy igazából mit kéne csinálni. Itt rá kell ugrani erre a gyűrűre, és innen a másodikra, ami már nem ment. Szóval ezt ö, szerintem olyan 46 és 3 negyedszer újra próbáltam. Mind a 46 és 3 negyed alkalommal meghaltam, és jött egy 47. utolsó récs próba, amikor is sikerült nem tudom hogyan, milyen isteni sugallatta erővel, de valahogy mégiscsak meg tudtam oldani. Ne tudjátok meg, hogy hogy örültem neki. <laughs> szóval itt fog következni az a rész, amikor végre sikerül, és, és, nem, nem tudom tényleg még a mai napig, hogy ezt hogy csináltam, de nem baj, átugrottam, nagyon jó, jöhet a második úrás, nagyon nekilendülünk, és meg is van ez is. Aztán nagy meglepetésemre tök egyszerűen átugrottam, itt váltam, hogy lesz valami trap, vagy valami, hülyeség még így a checkpoint előtt, de szerencsére nem volt, és itt is van a checkpoint, és jöhet az új pálya, ami, úristen, az elején nagyon-nagyon katyvasz volt, tehát ö, nem is értettem, hogy mi van. Fölugrottam csak így random enre a mézes kalács akármire, és rá kellett jönnem, hogy ez bizony nem vezet sehova. Ebben a körben már nagyjából értettem, hogy mit kell csinálni, és végül meg is szereztem az utolsó koint, ami szükséges volt, viszont itt nem áll meg a videó, mivel végig szeretném nektek vezetni azt, hogy tényleg itt még mi a feladat, mit kell még csinálni, szóval tényleg itt át kell ugrani, itt nincsen effekt, viszont hogyha itt átugrotok erre a nagyra, akkor megint kaptuk egy effektet, és igen, felszedtük a cuccot, de már nem tudtunk átugrani, nagy sajnálatunkra, úgyhogy kezdhetem megint előre lesz az egészet. <laughs> és itt van az a pillanat, amikor sikerült ez a rész is, és áttérhetünk erre a kis kastélyos város akármire, tehát itt fel kell menni a lépcsőn, ami már nehézségeket okozott nekünk, <laughs> szóval ahogy felérünk a lépcsőn, egyből megjelenik egy ilyen treppes valami, ugye megint ilyen kvadok jönnek ki belőle, és hát itt se tudod hogy elsőre, hogy mit kell csinálni, de megfejtettem. Szóval a dobozról föl kell ugrani arra a horogra, vagy nem is tudom mire, és onnan pedig tovább tudunk menni. Nagyon örülünk, ezt is megcsináltuk, és hát egy kis körültekintés után tovább is haladunk. Hát igen, nekem már nem igazán számolja ezeket a koinokat, ugye, mert nyilvánvalóan már kész a challenge -el. Szépen feljövünk itt, ez lesz az utolsó akadály. Avis egy nagyon-nagyon mini-kis parkürt kell elvégeznünk, aztán pedig még egyet, és ennyi is volt az egész. Ha a rossz ajtón mentek ki, akkor buktátok a challenge-et, <laughs> egyébként nem. És akkor még itt át kell jönni ilyen kis ajtón, ez már szerintem nem olyan, nem olyan bonyolult. és bám, készen is vagyunk, az a launchpad pedig nem működik. És nem az időt számolta, hanem visszafele számol az, az óra, úgyhogy azt nem, nem igazán kell figyelembe venni. Srácok, hát akkor ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett, és megtudtátok belőle azt, hogy hogyan kell kivinni, vagy megszerezni igazából ezt a challenge -et. Úgyhogy remélem, hogy tetszett, hasznos volt számotokra, ha így van azt jelezzétek egy lájkolésre feliratkozással, és ne felejtsétek el beírni a Support a Creator kódomat, ami ott van egyébként a leírásban, de itt videóban is bemutattam. Sziasztok!